Sziasztok, Oszkár vagyok, és ez a Deathwish végigjátszásomnak a 8. része. A Vertigo című pályán vagyunk, aminek a magyar fordítása szédülés, örvénylés, tehát ilyesmit jelent. Azt írja a készítő, hogy a zombi szobor elkészítése bizony kemény dió volt, nehéz volt megoldani. És ez bizony egy főellenség pálya, szóval lesz boss harc. Boss harc zenével együtt. Hát elvileg. Na de lássuk, hogy akkor mit rejteget számunkra ez a pálya. Gyorsan mentek is egyet. Tesztelem. Jó, működik. Eddig jó. Jaj, de izgulok. Valahogy éreztem. Life Leech. Ho-ho-ho-ho. Szóval ezek voltak azok a szobrok, amiről beszélt. Csávaj. Hú, mennyi. Mennyi lesz még? Na, jöztök még? Ho-ho-ho-ho. A nagy ho-ho-horgász vagyok. Na nézzük, szerintem leteszek egy ilyet, vagy ne? Ne tegyek le egy ilyet. Szerintem leteszek egy ilyet, mert ezzel legalább egy kis lőszert spórolok. Ráadásul elég jól sebzi az ellenfeleket. Azt mondja Terra Bok, hogy várt rám. Hát, nyilván logikus. Na, gyerünk csávaj. Gyerünk botocskám, zúzzad őket. Úgy van, úgy van, úgy van. Ez az, ez az. Köszönöm szépen. Na lássuk, hogy ezek a köcsögök rejtenek-e valamit. Hát, úgy látszik, nem nagyon. Mindegy, azért szétlövöm őket. Ezek valamelyikében valami. Nein. Na lássuk, Ternabog, mire vagy képes. Vagy egyáltalán miről van itt szó. Hát ez gonosz húzás volt, Terna. Hogy itt maradni kell ennél a megoldásnál, vagy legalábbis valami nagyon brutális technológiát kell kieszelni. Au! Egy picit megcsípett. Hát igen, azt hiszem, hogy más fegyverünk ez nem is nagyon van, max egy ilyen. Oké. Hú, ez a kacagás. Come on, you bitch. One is down. Szépen egyesével, hogyha jönnek, akkor annyira nem veszélyesek. Csak arra kell vigyázni, hogy egyszerre több lejöjjön. Come on, you bitch. Jó. Eddig minden a legnagyobb rendben. Hát igen, ott egy kutyuli-mutyuli lesz. Ez a bot elég jól gyilkolja őket, hála jó Istennek.
Come on, you bitch. I gonna shoot you. Oh yeah. Azért ez elég gonosz húzás volt ez a sok kutya itt a készítő részéről. Bár ezzel a bottal annyira nem vészes a dolog. Azt mondja Ternobok, hogy kiváló. Excellent. Oké. Ez esetben küzdjünk meg! Na jó, szerintem a botomat azt még nem veszem fel egyelőre. Ho-ho-ho-ho! Everybody love kung fu fighting! Hey! What the fuck? Na azért... Hát, hogy vegyem vissza a botot? Nem veszem vissza, mert lehet vissza kell szaladni. A lőszerem az meg még nem nagyon van hozzá. Jöjjj! Na jó, hát ez így nem a legjobb. Nem jau, nem jau. Egyszerűen nem jau az így. Tisztára úgy néz ki, mint valami titkos hely. Hopp, egy kötet. This is it. Our goal is near. Ez az. Tehát megérkeztünk oda, ahová tartottunk. Tehát, hogy nem sokára elérjük célunkat. Fuck yeah. Jó, azt szerintem visszamegyek a botért, nem fogok visszaszaladni egészen a pálya elejére. Minden egyes alkalom, hogyha valami gond van, úgyhogy inkább felveszem. És még reggel van. Tájékoztatású közlöm. Hopp. Itt nincs valami? Általában azok a falrészek, amiken golyó ütötte nyomot lehet hagyni, azok nem titkos helyek. Tehát nem kinyitható állapotúak. Jaj. Most jönnek majd a gargoly bácsiék, főleg a kőgargolyra gondolok. És én félek. Na jó, gyere Ternobog! Give me a sacrifice! With the battle concluded, Caleb began to feel a dimensional disturbance.
Using his special brand of interrogation, Caleb discovered how Chernobog returned to the realm of the living, and his plan to begin pulling his divine form back from the void. The secret of drawing Caleb to the far north was revealed. Chernobog, beginning his transformation in the place where he'd been defeated, was far and away. Time was on his side. However, the battle with Chernobog would have to wait until the talisman which allowed him to escape death was expunged. Nagy erkőcök, ez volt a Death Wish első epizódjának a végigvitele. Remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videókat, iratkozzatok fel a csatornára, a videókat osztjátok meg Facebookon és Twitteren, ahogy szoktátok. Nem is kellene nekikeznünk a második epizódnak is, hát Ternobogot ezúttal nem tudtuk elkapni, egy ilyen kis szörnyű kőgargoyllal kellett tulajdonképpen megküzdeni. Na de másik epizód vége, az remélhetőleg jobban fog alakulni, és elkapjuk végre Ternobognak a zacskóját. Szóval, Oscar voltam, maradjatok velem, tartsatok velem, folytatódik a vérontás. Sziasztok!